just reached the level that I believe five other. Elértem arra a szintre, amelyre korábban csak 5 férfi sprinter volt képes. 100 és 200 méteren is világbajnok lettem egy elképesztő mezőnyben. Micsoda világbajnokság! What a world championships! The double is done. A duplázás megvan, megcsináltam, elértem. Beszélhetnék most arról, hogy nem volt rajtam nyomás, mert megnyertem a 100-at, de az nem számított. A 100 sikerült, de a 200 nekem személyes ügy, meg kellett védenem. Itt tanultam meg, hogyan lehetek mindenre képes, és ez lett a legnagyobb versenyem. Ez a harmadik világbajnoki aranyom 200-on. Szóval ez nekem tényleg személyes ügy volt, és tudtam, hogy sok srác lesz itt, aki megpróbálja elvenni ezt az aranyat tőlem. És hogy őszinte legyek, meg is van erre a képességük, és a tókiói történések után már nem is hiszek abban, hogy meg lehet érdemelni ezt a győzelmet, és csak el kell menni érte. Ezt a győzelmet meg kellett szereznem. Csak azért, mert kétszer nyertem egymás után, nem jelenti azt, hogy odaadják a harmadik aranyat is. And after what happened in Tokyo, you know, I said that I don't believe in deserving to win anymore. You take the win. And today I had to take that win again. Because just because I won it 2 years in a row does not mean that it belongs to me. Of course I wanted to be faster. Természetesen szerettem volna gyorsabb lenni és megdönteni minimum megint az amerikai országos rekordot. Hiszek abban, hogy meg is van ehhez a képességem. Most futottam 6-szor 19-5-öt, azt hiszem nem lehetek szomorú emiatt. Emlékszem, amikor megnyertem az első világbajnokságomat 19-8-as idővel, hónapokig nem néztem meg a futamot, annyira csalódott voltam magamban. De most így évekkel később már azt mondanám, hogy megcsináltam. Fiatal voltam még, és egy nagyon erős mezőnyben nőttem fel, kemény világbajnokság volt, elindított az úton. Amikor visszatekintek a világbajnokságokra, nem az idők jutnak eszembe, hanem hogy mind kellett keresztül mennem a győzelemhez. For what I had to go through to get to the win. The medals are first, because if you don't have the medals, then who's going to want to pay attention to you? You know, and then after you get the medals, then you get the times. A sportban az érmek a legfontosabbak, mert ha nincsenek érmeid, senki nem figyel rád, semmit nem tudsz tenni a sportágadért, nem hallják meg a szavaidat. Viszont érmekkel a zsebedben tehetsz akár a fejlődésért is. Nyithatsz új irányokba, legyen szó divatiparról vagy zenéről, együtt tudsz működni másokkal. Egyre nagyobb és nagyobb sportolókkal találkozhatsz, aztán jöhetnek a művészek, és már is tiéd a világ, már is megvannak a kapcsolataid. Mintha mindenki ismerné a másikat, mindenki kapcsolatban áll mindenkivel. És ha már sok emberrel vagy kapcsolatban sok emberrel beszélsz, jönnek az ötletek, amikre szükség is van, mert jelenleg alacsony a létsz. Ha körbenézek ezen a világbajnokságon, nem látom a legendás atlétákat, a legendás futókat. Hol vannak ezek a hatalmas bajnokok? Miért nem látjuk a korábbi bajnokokat, amikor végig sétálunk az alagúton? Miért nincsenek itt? Miért nem hívjuk meg a top sportolókat, hogy megnézzék a világbajnokságot? They're not here. You know, why are we not inviting top level athletes to come watch a world championship? You know, ami a legjobban fáj, hogy nézem az NBA döntőt, és azt mondják, ők a világbajnokok. They have world champion on their head. World champion of what? The United States? Don't get me wrong. Minek a világbajnokai? Az Egyesült Államoknak? Én szeretem Amerikát, de Amerika nem az egész világ. Mi vagyunk a világ. Szinte minden ország itt van, harcol, küzd, és a sportolók hazájuk zászlaját képviselik, azért küzdenek. Az NBA-ben nincsenek zászlók. Többet kell tennünk, meg kell mutatnunk a világnak. We gotta do more. We gotta be presented to the world. Thank you.